Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és arról szeretnék mesélni, hogy most volt egy projektnap az iskolánkban, az alsó tagozatos gyerekeknek, ahol a természetvédelem, környezetvédelem volt a téma, és az osztályok az erdőben tettek sétát, és volt hat állomás, ahol különböző témákról volt szó. A miénk volt a erdő tisztasága és a szelektív hulladékgyűjtés, és jöttek sorba az osztályok, és meglepő volt, hogy már az első és másodikos gyerekek is milyen sokat tudnak erről, és hányan nyújtották fel a kezüket, amikor megkérdeztük, hogy náluk van-e otthon szelektív hulladékgyűjtés. Különben itt a városunkban, Törökbányton egyébként is a szemetet is külön kukákban viszik el a hulladékgazdálkodás is, tehát meg van szervezve ez a városi szinten. Szóval sok mindent tudtak, és sok mindenre válaszoltak, nyilván néha csak ilyen gyermeki módon, de mégis. De azért mégis egyszer csak egy ilyen nagyon figyelemfelkeltő dolog történt. Az egyik csoportban az egyik kisfiú észrevett egy gilisztát a földön. És abban a pillanatban a fél osztály oda csődült, és azt nézte. És akkor így hirtelen bevillant belém, hogy mi a különbség az ilyen megtanult ismeretek és a természetes kíváncsiság és szenvedély közepette. Hogy sok mindent megtanulhatunk, és mégis nem válik magunkévá, és hosszú évek telnek el, mire ezt így be tudjuk gyakorolni. És aztán jön valami, ami a gyerekben egy ilyen természetes módon fölkelti az érdeklődést, és arra odaragadnak. És a természet világ azt önmagában ilyen. És ez az, ahogy a giliszta mászott a földön, ez is ilyen volt, és csodálkozva nézték, és piszkálták, úgyhogy odébb kellett testék ellen, és odébb vinnem a gilisztát, hogy egyáltalán tudjuk folytatni a beszélgetést. És a gyerekek a maguk egyszerű értelmével, gyermeki módon próbálják is mindig befogadni ezt a világot. Nemrég az iskola udvaron ott mászott egy poszmé, és akkor így felsétáltattam az ujjamra, hogy odébb vigyem a bokrok közé, és akkor az egyik kisfiú rögtön nagy okosan mondta, hogy a dongó az nem csíp, hanem harap. Hát ugye mindenben tévedett, mert nem dongó volt, hanem poszmé, aztán ráadásul meg nem is harap, de látszik, hogy a maguk módján valamilyen módon akarják értelmezni ezt a világot, és hogyha helyes ismereteket adunk nekik, például, hogy nem kell félni a bogaraktól általában, sem a kaszáspóktól, hiába olyan látszik a nagynak, és a poszmék sem harag. Nyilvánvalóan helyes dolog, hogyha időnként óvatosak vagyunk, ugye nem markolunk rá a méhecskére vagy a darázsra, de azért nem is kell félni tőlük, nem kell riadozni. Tehát, hogyha adunk nekik át ismereteket, amiken keresztül a maguk kíváncsisága, érzelmi világa az helyes irányba mehet, akkor ragyogó, természetet kedvelő, szerető és megértő gyerekre találunk, akik egyre mélyebben behatolnak a természetnek ebbe a rejtélyes világába, és ezt örömmel köszöntik, és nem félelemmel, meg aggódással. Tehát milyen jó dolog az, akik még olyan környezetben élhetnek, amiket körülvesznek a fák, a növények, a sokféle zöld szín, és nem csak világos zöld van, meg sötét zöld, hanem annak a zöldnek sokféle árnyalata, amit megtanulnak, vagy a virágnak a nevei és az illatai, amit meg tud nevezni, az már valamilyen módon az övé. Amit csak úgy lát, aminek nincsen neve számára, azt még nem ragadta meg. Úgyhogy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a sétákat, ezeket az ismereteket, ezeket próbáljuk valahogy átadni abban az örömben és békében és játékosságban, ami az ő sajátjuk, mert ezt megőrizik aztán később is, felnőttként is, egészen másképp viszonyulnak ehhez a világhoz. Hát adja Isten, hogy valahogy ilyen szerető módon tudjunk kapcsolódni az egész teremtett világhoz, növényekhez, állatokhoz, és persze hozzánk, egymáshoz, emberekhez is, hiszen mi is ennek a világnak a részesei vagyunk. Bízom benne, hogy ez így lesz. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.